Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vince Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. In memoriam Csengei Dénes. 33 éve hunyt el az író. Olaszországba utaznak. Tűzoltó Egyesület ifjúsági csapata méreti meg magát júliusban. Völgységi gyümölcsösök. Februári virágzás és fagyok elleni védekezés. Április 8-a, a Roma kultúra világnapja. A szekszárdi Wosinski-Mór Múzeumban rendezett ünnepségen a megjelentek megemlékeztek a 33 éve elhunyt Csengei Dénesre. Baki Péter, Munkácsi díjas festőművész az intézménynek adományozta az íróról készült portréját. Az ünnepségen dr. Fuchs Márta igazgatóhelyettes vette át az In Memoriam Csengei Dénes című portrét, és köszöntötte az egybegyűlteket beszédével. Majd a költő írásaiból adtak elő Rubányi Anita és Orbán György előadó művészek. Nagy örömteli esemény ez a Wosinski-Mór Múzeum számára, ugyanis Baki Péter, Munkácsi díjas festőművész ajándékozta nekünk az egyik portréját Csengei Dénesről, amit festett. 2003-ban készült el In Memoriam Csengei Dénes nevet viseli ez a festmény, és mindkettőjüknek, Csengei Dénesnek, illetve Baki Péternek is a szexuálhoz való nagyon szoros kötődése adta ezt az ötletet, vagy adta ezt a háttérindítatást, hogy végül is a múzeumnak ajándékozza ezt a festményt. A Baki Péter festőművész által adományozott kép a múzeum főépületének galériájában lesz kiállítva. Portrékat mindig csináltam, a Dénest először távolról, aztán megismerkedtünk, bár érdekes módon nem Szekszárdon, hanem fönn Budapesten, de Dénest mindig szerettem és tiszteltem. Tiszteltem a munkáit, tiszteltem a szellemiséget, amit ő képvisel. Így nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb csinálok róla egy portrét, úgyhogy aztán így kerekedett a dolog. És hát nem egyszerűen, de azért csak elkészült, és nem egyszerűen, de azért ide is elkerült, ahova szántam eredetileg. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy végül is a múzeum befogadta a képet, a város befogadta a képet, mert hát hova lehetne tenni egy csengei képet, mint szekszárdi múzeumban. A művész az íróról készült portrét 2003-ban festette. A Szekszárd szerepel a templommal, egy női figura is szerepel, ami angyal, meg mind a ketten nagyon szerettük és tiszteltük a hölgyeket, úgyhogy a vörösbor, a toll, amivel elvileg a költemények is születhettek volna, ha nem találták volna fel a golyos tollat, meg a szírógépet. Úgyhogy tehát ezek a rekvizitumok valahogy hozzátartoztak mindig is Déneshez, és hát az a válláról lefutó világos kékes szín, ami tulajdonképpen itt megjelent egy Farmer Jackie-nak, amiben mindig, tehát mindenhol, akárhol találkoztunk Dénessel, ez nagyjából rajta volt, vagy nála volt, vagy a vállára volt borítva, úgyhogy ez egy olyan jellegzetes szín volt az ő életében, egy olyan ruhadarab, ami nélkül elképzelhetetlen volt szinte. A költő, politikus 1953. januárjában született Szekszárdon, s élete 33 évvel ezelőtt ért véget, szellemiségét szavak és egy kép idézte meg április 8-án. Készül a Kurdi Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ifjúsági tagozatának csapata, akik képviselhetik hazánkat a 2024-es olaszországi ifjúsági olimpián. A csapat bemutatót tartott Kurdon, ahol Potápi Árpád János államtitkár a térség országgyűlési képviselője is tiszteletét tette. A faluban generációkról generációkra öröklődik ez a hivatás. Az Egyesület küldetésének tekinti a gyerekek bevonását a tűzoltóság életébe. 1937-ben alakult az Egyesületünk. Igaz, hogy nagyon kicsi falu vagyunk a régióban, de hát tulajdonképpen minden harmadik, negyedik családból van tűzoltó az Egyesületben, van, aki csak támogató tagja az Egyesületnek, van, aki aktívan részt vesz a közösségi munkában, és van, aki aktívan részt vesz a tűzoltási és műszaki mentési munkákban is. Tulajdonképpen annak idején, amikor én ide kerültem ebbe a faluba, ez a szlogen, hogy minden család adjon egy tűzoltót, ez még jelen pillanatban is működik.
A csapat felkészítője, Füzesi Müller Györgyi beszélt az előzményekről, elmondása szerint most éred be igazán a gyümölcse a sok éves munkájuknak. Az országosra úgy kezdtünk el készülni, mert nem csak a mi csapatunk van ebbe az egészbe benne, hanem még ezen kívül a Cikádor Főnix Egyesület, Bátaszéki Cikádor Főnix Egyesület csapatából 3 diák. És így vagyunk meg 10 fővel. Ez az egész úgy indult, hogy az egyesületüknek az elnöke Gábor, Storc Gábor és én úgy gondoltuk, hogy össze kéne hozni a két csapatot. Rengeteg gyakorlás előzi meg a versenyeket, ahol mindig fókuszba kerül a csapatmunka, a szervezettség és a fegyelmezettség. Itt mögöttünk látható akadálypálya, amin végig kell menniük, és ezen kívül még egy staféta, amit teljesíteniük kell. Ott is többféle akadályt kell leküzdeni, és a végén egy szereléssel zárul. Vajda Zoltán versenyző beszélt a befektetett munkájukról, izgatottságukról. Reméli, hogy Olaszországban a lehető legjobban fog majd sikerülni a bemutatójuk. Elsősorban a csapatnál szoktunk csinálni ugye, CTF gyakorlatokat, ami elsősorban az én feladatom például a tömlő kihordás, csatolás, majd visszatekerés, majd sátron keresztül való átbújás, majd a legvégén kötés. De mindenkinek van egy saját feladata, amit nagyon remélek, hogy mindenki 100%-osan tudja megcsinálni. Az olimpiára való felkészület nagy lámpalázzal, főleg én, nagy lámpalázasan állok neki. Az egyesület nagy erőbedobással készül a júliusi útra, ami a fiataloknak egy jó tapasztalat és különleges élmény lesz. A Nagymányoki Általános Iskola udvarának hepeópás és ezáltal balesetveszélyes 150 négyzetméteres területét térkövezte le az önkormányzat. Erről Bartucz Máté, a település polgármestere számolt be Facebook oldalán. Az évelei jótékonysági retrodiszkó bevételének egy részét az iskola térkőre költötte, amihez némi anyaggal és a kivitelezési munkával járult hozzá az önkormányzat. Bár az átutalásos csalások kárértéke 2023 végén csökkent, a további javulás érdekében a kiberpajzs program résztvevői 2027-ig meghosszabbítják az együttműködésüket, mondta Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke. A bankok jelentős része fejlesztette a visszaélés szűrő rendszerét, az ügyfelek pedig egyre tudatosabbak és körültekintőbbek. Sajnos a bűnözők is igyekeznek lépést tartani a fejlődéssel, mindig új módszereket találnak ki, új eszközöket vetnek be. A csalások Tolna vármegyében is jellemzőek, az elmúlt időszakban volt olyan áldozat is, akit 7 millió forinttal károsítottak meg a csalók. A márciusi lakásbiztosítási kampányban új szerződés kötő tulajdonosok és bérlők 84%-a másik biztosítót választott. Közölte saját adatai alapján az egyik biztosítási portál. Ennek több oka lehet, például az alacsonyabb díj, a kedvezőbb díj értékarány. Hozzátették, hogy szerződés számban 17-szeres volt a növekedés a portálnál márciusban februárhoz képest. Szintén a kampány népszerűségét jelzi, hogy átlagban naponta 8-10-szer több lakásbiztosítást kötöttek, mint tavaly ugyanazokon a napokon, de volt olyan nap is, amikor 50-szeres volt a bővülés. A Völcség Lankain gyümölcsösökkel találkozhatunk addig, amíg a szem ellát. A korai virágzás és az ezt követő fagyok itt is jellemzőek voltak az elmúlt hetekben. Sebestyén István Barac birtoka egy részében nem történt fagykár, ami alapvetően a fajta választásnak köszönhető. Jövő az azt mutatja, hogy föl kell készüljünk itt az időjárásnak a gyökeres megváltozására. Tehát a természet eléggé kiszámíthatatlanná vált. Mindenki talán érzi, hogy nincsenek igazán évszakok, vagy egy hónapon belül akár 3 évszak is van. És hát az idei évben a tavasz az nagyon-nagyon korán jött el. Gyakorlatilag ez volt a legkorábbi virágzásunk, már február utolsó napjaiban kivirágzott a kajszi. Volt egy pár fagyos éjszakánk itt is, ugyanúgy, mint az ország más részében. A művelt területen a fagykárt egyelőre még felbecsülni nem lehet.
Tolna megyében úgy látjuk, hogy a dombos részeken ott szerencsésebb a helyzet. A mi integrátori körünkben, ami Kisvejkei és 20 kilométeres körzetét jelenti, ahol nagyjából ilyen 300 hektár kajszi van eltelepítve, ott azért most elsődlegesen úgy gondolom, hogy egy 50%-os, 50, talán 60%-os termés lesz. Még nem tart a gyümölcsös, a fagyokat követő úgynevezett terméshullás végén. Gyakorlatilag a növény a túlélésért küzd ilyenkor, és hát az utódjától fog először megszabadulni. Benke László 25 hektár modern kajszi ültetvényén is korábban indultak a tavasszal aktuális munkálatok. Jelenleg 25-26 ember ritkít itt, zöld ritkítás folyik, ahhoz, hogy a barack méretet érjen el, normális eladható méretet, ez export vagy belföldire teljesen mindegy, ahhoz ilyenkor meg kell ritkítani, olyan 8 cm-enként lehet egy gyümölcs. Tehát itt van olyan fajta, amelyiknek a 80%-át leszedjük ilyen apró, mogyoró nagyságú méretben. A következő, vagyis hát egyszerre folyik viszont a sorköz és a soraj tisztítás, a sorköz az mulcsodással, a soraj pedig gyomírtással folyik. Kisvejke és környékén közel 400 hektáron termesztenek a szövetkezetben működő gazdák gyümölcsöt, ezen belül a fő profiljuk a kajszi barack. A Tolnai Vitálsport és Szabadidő Egyesület két lány röplabda csapata is játszott a hétvégén saját bajnokságában. Az U15-ösök a középszakaszt megnyerve a bajnokság negyedik osztályának Dél-Dunántúl aranycsoportjában küzdhettek tovább. Egy szoros és egy sima győzelmet arattak hazai pályán. Az U20-as lányok a helyosztókra középvas csoportba kaptak besorolást. Egy mérkőzést játszottak a Panoráma Esek Gold ellen, amit magabiztosan beúztak. Április 7-én rendezték meg Baján a Kikelet félmaratont különböző távokkal. Az atlétikai klub Bonyhát két amatőr futója, Nagy Viktor és Noé Attila is rajtozált. Noé Attila 5 kilométeren abszolút harmadik helyen ért be, viszont a 40 plusz kategóriát sikerült megnyernie. Nagy Viktor a 10 kilométeres távot választotta. Gyorsan előnyre tett szert, egyedül kellett futnia végig. 37 perccel magabiztosan nyerte az abszolút és a korosztályos első helyezést is. A 12-szeres magyar labdarúgó válogatott Vécsei Bálint az OTP Bank Ligában szereplő Paksi FC-ben folytatja a pályafutását. A játékos korábban 3,5 évet töltött el a Ferencvárosnál. Innen a japán Vissel Kobehez igazolt, ahol bajnoki címet ünnepelhetett, azonban csak két mérkőzésen lépett pályára. A középpályás a Tolna vármegyei csapat honlapján úgy nyilatkozott, boldog, hogy Paksra szerződött. Szeretne segíteni, hogy az együttes megtartsa a második helyét, valamint hogy kivívjanak egy újabb kupa döntőt. Április 8-án közel 60 gyermek vett részt a Nemzetközi Roma Nap alkalmával rendezett programon Szekszárdon. Több országos és helyi vármegyei cigány nemzetiségi önkormányzati képviselő is jelen volt az elsősorban fiataloknak szánt foglalkozáson. Zenéltek, táncoltak, verset és mesét hallgattak, festettek, rajzoltak, a cigány horoszkóppal ismerkedtek a Roma Kultúra Világnapján résztvevő vendégek Szekszárdon. A múzeumnak feladata, hogy bemutassa a kultúrát, és nem csak a többségi kultúrát, hanem nemzetiségi kultúrák is ugye beletartoznak. Magyarországon a cigányság a legnagyobb nemzetiségi csoport, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy az ő értékeiket, az ő kultúrájukat is bemutassa a múzeum. Több intézmény tanulói, egyesületek táncosai, illetve zenekar adott műsort a teltházas rendezvényen. 53 kisebbségi önkormányzat működik települési szinten, és legalább ugyanannyi civil szervezet. Minden egyes civil szervezet vagy roma önkormányzat ezt a napot megünnepli, és a múlt és a jelent úgy köti össze, hogy egyrészben megemlékezik, de egyben a jelenben meg bemutatja azokat a hagyományokat, amit minden nap megélünk. A Tolna vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tervez az idei évre más kulturális programot is. Ő nem ismer szint, nem ismer nemeket, nem ismer nemzetiségeket, hanem azt a közösség építést ismeri, és azt is szoktam mondani, hogy ha világnyelvről beszélünk, az a zene, a muzsika, de mégis más, hát mindenkinek más. Ha most azt mondjuk, hogy
nemzetközi roma nap is, hát ennek az apropójából vagyunk itt, akkor természetesen a cigányzenéről kellene beszélnem. Ami azonban nagyon összefonódik az autentikus népzenével is. Ugyanis az autentikus népzenének az igazi ősi hordozói, az adatközlői, azok a cigányzenészek voltak, mert a úgynevezett nem cigányság, én nevezem a magyarságot, mert mi is magyar emberek vagyunk, a nem cigányság körében nem igazán volt ez megélhetési forma, és a cigányok akkor megjelentek, akkor igen, ezzel elkezdtek foglalkozni. És ezt az ősi népdalokat átvették, magukéra formálták, és ez azért utalok erre, mert hogy azért a cigányságnak a művészetében, a habitusában a virtuózitás az megvolt benne, a temperamentum, és természetesen magukra formálva ezeket a népzenei ősi hagyományokat, hát megjelentették úgy, hogy adatközlő szinten adták át népzenegyűjtőknek, népzenekutatóknak. 1971 óta a cigányság legfontosabb nemzeti ünnepeként tartja számon április 8-át. Regionális híreink következnek. Ültessünk, hogy élhessünk. Országos faültetési programsorozat része volt Komló is. Két keréken. Elkészült a Fonyód-Buzsák Csisztapuszta közötti csaknem 6 kilométeres szakasz. Buszvárot épített az üzem. Bekapcsolódott a közösségi közlekedésbe a királyegyházi cementgyár. Ültessünk, hogy élhessünk címmel indított országos faültetési programsorozatot a KDNP. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet teremtett világunk védelmére, a fenntarthatóság fontosságára, és hogy valódi cselekvésre késztessék az embereket, közösséget építve ezzel. A program Komlóra is elérkezett. A fákat a közeli Mecsek Jánosi Kálvária dombon ültették el. A Komló melletti Mecsek Jánosiban fákat ültetnek a Kálvária dombra. Az Ültessünk, hogy élhessünk címmel indított országos faültetési programsorozatot a KDNP indította el. Az ünnepélyes eseményen a teremtett világ fontosságát hangsúlyozták a képviselők. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Keresztény Demokrata Néppárt egy országos akciójának az utolsó állomásaként is egybe köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek, hogy valóban, tehát onnantól kezdve, hogy elültetünk egy fát, ami valójában nem egy fa, hanem ugye 12 fa, és onnantól kezdve, hogy régióba, településen, régióba, országba és Európába egyszerűen a teremtésvédelemről együtt kell gondolkodnunk. Azért, mert ez tényleg nem ismer, ez egy olyan téma, ami nem ismer határokat. Hangsúlyozta Hölvényi György, európai parlamenti képviselő. Amikor fát ültetünk, akkor a teremtett világ fontosságára és annak megőrzésére hívjuk fel a figyelmet, mondta Hargitay János, országgyűlési képviselő. Azért jöttünk ide Komlóra, mert én a Mohácsi térség országgyűlési képviselőjeként is ezzel is kifejezni akartam a nagyra becsülésemet azután, az önkormányzati politika után, amit a Polics polgármester úrhoz és csapatához kötődik. Rá úgy tekintek, mint aki sikeresen vitte ezt a várost, és a jövőben is meggyőződés, hogy felhatalmazást fog kapni a komlóiaktól ennek a várospolitikának a folytatására. Komló Baranya vármegyei város. A vármegye székhelyen kívül a legnagyobb település 25 ezer lakossal. 15 évvel ezelőtt egy lepusztult város volt, amelyet a kilátástalanság jellemzett, mondta Hoppál Péter, országgyűlési képviselő. Ma itt egy szimbolikus eseményen vagyunk, hiszen a KDNP egy országos programot indított el, amely a teremtésvédelmének és annak örömének hirdetéséről szól, faültetési program országszerte, amelynek utolsó állomása Komló, és itt a Mecsek Jánosi gyönyörű Kálvária dobbon úgy ültettünk 12 a stációkhoz illeszkedő mandulafát, hogy a mandulafa Janus Pannoniusi jelképe is benne van ebben itt a Mecsek oldalában, hogy az első virágzó fák lesznek ezek majd itt a Kálvárián, hirdetve a feltámadást, és hirdetve azt, hogy a teremtés védelmére kell koncentrálnunk. A polgármester szerint ennek a programnak van egy szimbolikus jelentése is, mert szerinte a helyszín, a Mecsek Jánosi Kálvária domb nagyon is illik ehhez az akcióhoz. Polics József hangsúlyozta, itt már 200 éve is Kálvária állt, de a szocialista időszakban teljesen tönkrement. Pont az előző ciklus végén sikerült kormányzati segítséggel megújítani, és ha a környezet
helyzetét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az eredeti hársfa a végén még ott díszeleg, de a közvetlen környezetében lévő faállomány az kipusztult. Szinte a megújult Kálvária kiáltott egy ilyen segítségért. Ez a program nagyon jól illeszkedik ahhoz a folyamathoz, amelyet már korábban elindítottak. Ez a fásítási akció pedig most rátette a koronát. A rendezvény házigazdái Dalos Tamás kumlói plébános és Polics József kumlóváros polgármestere volt. Újabb kerékpárúttal gazdagodott Somogy. Elkészült a rég elhitott Fonyód-Buzsák Csisztapuszta közötti csaknem 6 kilométeres szakasz, amelyet kerékpárosokkal avattak fel közösen. A beruházással könnyen elérhetővé vált a csisztai termálfürdő, illetve az utat folytatva egészen Somogyvámosig tekerhetnek majd a bringások. Csak nem 200-an avatták fel az új kerékpárutat Fonyód és Buzsák Csisztafürdő között. A helyiek közül sokan rendszeresen tekernek a családdal. Rendszeresen szoktunk járni biciklizni. Kezd helyre, Balacsonyba, hajóval vissza. Jó dolgok ezek. Az 5,7 km hosszú út több évtizedes álma volt az itt élőknek. Nem csak a fürdő, de Buzsák és onnan Fonyód is jóval gyorsabban elérhető, akár munkavégzés, akár kikapcsolódás szempontjából. Ezzel csak a jövő elkezdődött, akár Csisztafürdő fejlesztésére, akár az út szélesítésére, tömegközlekedés megvalósítására, és ezzel összekötnénk a Balatonpartot a háttértelepülésekkel, amit nagyon régóta szorgalmazunk. A fejlesztés több mint 400 millió forintba került, és része annak az átfogó tervnek, amelynek célja, hogy a Balatontól indulva fel lehessen fedezni Somogy gazdag látnivalóit. A balatoni bringakörút az mára egészen zsúfoltá vált, és megnőtt a jelentősége azoknak a leágazásoknak, amelyek elvezetik Somogyország belsejébe a bringásokat. Ezért van óriási jelentősége a Balaton-Mária fürdő mesztegnyőkerékpárútnak, és így most a Fonyód-Buzsák öreglok Somogyvámos kerékpárútnak is. A térségben élőknek további tervei is vannak, hiszen hasonló utat szeretnének például Lengyel-Tóti Szőlős-Györök között is. A fejlesztése pedig nem csak az itt élőknek, de a balatoni és a somogyi régiónak is fellendülést hozhatnak. Buszmegállót épített és adott át a királyegyházi cementgyár, ezzel is támogatva a munkavállalók és a gyárhoz érkező környezetbarát és hatékony közlekedését. Az új létesítmény hétfőn fogadta az első menetrend szerinti járatot. Királyegyházi cementgyár, olvasható a fedett buszvárón a megálló neve. Néhány perc múlva pedig befutott az első járat ide. A cementgyár vezetői dolgozói érkeztek meg a busszal az új megállóba április 8-án. A cég vezetője azt mondja, régi hiányosságot pótoltak a létesítménnyel. A királyegyházi cementgyár 2011-es indulása óta keletkezett hiányt pótoltuk most be, méghozzá azáltal, hogy elkészült a busz megálló, amihez busz összeköttetés is társult. Ugye ezzel jöttünk ma az első járattal Királyegyházáról, szimbolikusan. Azért fontos ez nekünk, mert ezáltal nem csak a közösségi közlekedést tudjuk támogatni, hanem egyfajta köldökzsinort kaptunk a helyi települések felé. Úgy is fogalmazta az egyik kollégánk ma délelőtt, hogy ez a mi pogányi repülőterünk, és ez volt a mi első müncheni járatunk, úgyhogy most nagyon büszkék vagyunk, hogy most így felpezsdült így a közlekedés a környékünkön. A kapcsolódás a közösségi közlekedéshez a cég programjával is egybevág. Van nekünk egy Office Goes Green, azaz az Iroda Zöldül nevű programunk, és ennek is egy része az, hogy a fosszilis meghajtású autók helyett a dolgozóink közösségi közlekedéssel jöjjenek. Ez a busz ez még nem elektromos volt, de azért nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb ez is szén-dioxid kibocsátás nélkül közlekedik, viszont tehát az egyfőre jutó szén-dioxid kibocsátás egy sokkal alacsonyabb. Nagyon sok különböző módszerrel közelítették meg az irodát. Volt egyszer egy diákunk, aki például Szentlőrincig vonattal jött, és utána gördeszkával a gyárig. Most azért azt gondoljuk, hogy egy kicsit komfortosabban lehet majd a gyárat megközelíteni. A busz megálló kialakításához a gyárban előállított cementet használták. Az épületben padot is kialakítanak majd, szintén betonból saját alapanyag használattal, illetve a megálló tetejére napelem kerül. Az építmény környezetét pedig parkosították. A cementgyári megálló kialakítása mintegy 4 millió forintjába került az üzemet működtető cégnek.
Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. In memoriam Csengei Dénes. 33 éve hunyt el az író. Olaszországba utaznak. Tűzoltó Egyesület ifjúsági csapata méreti meg magát júliusban. Völgységi gyümölcsösök. Februári virágzás és fagyok elleni védekezés. Április 8-a. A roma kultúra világnapja. Szerdán hideg front alakítja időjárásunkat. Délelőtt még elsősorban az ország nyugati felén fúj erős szél. A Dunántúlon általában erősebben felhőségbolt lesz jellemző, de csak elvétve lehet pár csepp eső. Nyugaton nagyjából 13-15 fokig esett vissza a hőmérséklet. Éjszaka is hasonló marad az égkép, nyugaton vastagabb felhőzet várható. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!